szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! 2010 óta a kormány és a Fidesz-KDNP frakció a magyar emberek felhatalmazásával azon dolgozik, hogy az összes társadalmi csoportot megbecsülve érdemi segítséget tudjon adni minden magyar állampolgár számára. Legyen szó akár az életük első lépéseit megtevő 25 év alatti fiatalokról, akik személyi jövedelemadómentességet élvezhetnek, a családalapítást tervező párokról, akik közös otthonok megvásárlásakor több 10 millió forintos támogatásban részesülhetnek, vagy akár a nyugdíjasokról, akiket az elmúlt 11 évben számos intézkedéssel, törvénymódosításával támogatott a kormány. A baloldal próbálkozik és próbálja elhitetni idős honfitársainkkal, a nyugdíjasokkal, hogy ennek az ellenkezője az igaz. Mi méltatlannak tartjuk a helyzetet, méltatlannak tartjuk, hogy azok, akik a kormányzásra való alkalmatlanságukat már 2002 és 2010 között bizonyították, ők a levitézett baloldaliak a nyugdíjasok érdekeivel szemben meghozott szégyenteljes döntéseik ellenére még most is minden erejükkel igyekeznek a kormány ellen hangolni az időskorúakat. Ez felháborító és hát elég aljas magatartás, hisz ezzel a magyar emberek által elért sikereket támadják. Hiszen nem tudtuk volna ezeket a törvényeket, ezeket az intézkedéseket megszavazni, hogyha a magyar emberek nem állnak mögöttünk és nem érnek el sikereket. Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, 2010-hez képest a nyugdíjak 43,8%-kal emelkedtek, a vásárló értékük pedig, ami ugye egy sokkal fontosabb érték, jelzőszám, az 10%-kal nőtt. A munkát vállaló saját jogú nyugdíjasok személy, saját jogon nyugdíjas személy bármilyen jogviszonyban munkát végez, akkor 2020. július 1-től, tehát a tavalyi év közepétől a munkából származó jövedelmét kizárólag 15% személyi jövedelemadót terheli. Tisztelt államtitkár úr! 2021. február hónapban ugye elérte a 300 ezeret a 2011-ben bevezetett nők 40 kedvezményes nyugdíjat igénybe vevők nők száma. Én szeretném Önt megkérdezni, hogy az alá felsoroltakon túl a kormány milyen döntésekkel segíti a magyar nyugdíjasok megélhetését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, az interpellációra Zsigó Róbert államtitkár úr válaszol. Önnél a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. 2010-ben Magyarországon családbarát fordulat történt. A mi felfogásunk szerint a család érték, a családok támogatása pedig a legfontosabb feladatunk a jövőnk szempontjából, és mi a család fogalmában nem csak a gyermekeket, nem csak a fiatalokat, nem csak a fiatal szülőket, hanem bizony az időseket, szüleinket, nagyszüleinket is beleértjük, hiszen ők azok, akik egész életük munkájában azon dolgoztak, hogy nekünk jobb legyen, hiszen minden, ami bennünket körülvesz, amink van, azt tőlük kaptuk, azért egyébként, hogy gyarapítsuk ezeket az értékeket, és továbbadjuk a gyermekeinknek. Mint Ön is említette, nem volt ez mindig így, mert hogy ne felejtsük el azt, hogy 2010 előtt a Gyurcsány-Bajnai korszakban nem segítették az időseket, hanem folyamatosan nehezítették a mindennapjaikat. Azok, akik most összeálltak a baloldalon, akkor, ahogy az előbb is válaszoltam egy interpellációra, nem megtartották a vásárlóértéket a nyugdíjaknak, hanem 4%-kal csökkentették azt. Az egekbe emelték a rezsi árakat, ezzel leginkább egyébként az időseket tették kiszolgáltatottá, és igen, akkor, amikor ők kezelték a válságot, akkor elvették a 13. havi nyugdíjat az idősektől, és ne legyen kétségünk abban, hogyha most hatalomra kerülnének, akkor most is ugyanezt megtennék újra. Mi ezzel szemben szövetséget kötöttünk a nyugdíjasokkal 2010-ben, és azt vállaltuk, hogy a nyugdíjak vásárló értéke az megmarad. Az elmúlt években álltuk is a szavunkat, hiszen, ahogy Ön is említette, 10%-kal emelkedett a nyugdíjak vásárló értéke, és a rezsi árakat is csökkentettük, ezzel érezhető mennyiségű pénzt tudtunk hagyni az időseknél.
Emellett fontos az is, hogy a koronavírus járvány okozta válság helyzetben a gazdaság újraindítási akcióterv keretében idén februártól megindult a 13. havi nyugdíj lépcsőzetes visszaépítése. Februárban többlet juttatásként a nyugellátás egyheti összegét kapták a nyugdíjasok és a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, nagyjából 2,1 millió nyugdíjas, valamint további 400 ezer nyugdíjszerű ellátásban részesülő kapta így készhez a 13. havi ellátás egy heti összegét. És ahogy ön is említette, nyugdíjprémium, Erzsébet utalvány, rezsú utalvány formájában is az elmúlt esztendőkben mindent megtettünk, hogy a gazdasági sikerekből az idős emberek is részesülhessenek. És az is nagyon fontos, hogy ma már 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértékét törvény garantálja. A hatályos rendelkezések értelmében, ha a várható éves infláció meghaladja a tervezettet, akkor a különbözetet a kormány november hónapban, januárig visszamenőleg kifizeti. A kormány ebben az évben a pandémiás helyzetre tekintettel úgy döntött, hogy a nyugdíjasok már ennél korábban a június havi ellátásukkor megkapják ezt a kompenzációt, szintén januárig visszamenőleg. Minden társadalom kiemelt feladata az idős emberek tisztelete és megbecsülése. Mi eddig is minden eszközünkkel azon voltunk, hogy segítsük a nyugdíjasokat, és mindenkit biztosíthatok arról, hogy az idősek, a nyugdíjasok a továbbiakban is számíthatnak ránk. Köszönöm a figyelmüket. Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Megkérdezem képviselőasszonyt, elfogadja az államtitkári választani a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Ugye tudjuk, hogy a politikában nagyon fontos a hitelesség és a bizalom. A Fidesz-KDNP frakció és a kormány vállalta még 2010-ben, hogy a nyugdíjak értékét megőrizzük. Sikerült ezt a vállalásunkat teljesíteni, sőt, az elmúlt években már arról számolhatunk be, hogy a nyugdíjak értékét növeltük több mint 10%-kal. Államtitkár úr felsorolta ezeket az intézkedéseket, vagyis egy kis részét annak, hogy milyen formában tudtunk segíteni a nyugdíjasoknak. És államtitkár úr beszélt arról is, hogy mit jelent egy családbarát kormány működése, regnálása. Köszönöm szépen a válaszokat, államtitkár úr válaszát elfogadom. Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt